Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Moneyvlog mai adásában. Én Ádám vagyok, és már egy olyan témáról fogunk beszélni, ami biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokaknak piszkálja a csőrét. Vannak, akik egyszerűen felhúzzák magukat rajta, és idegesek lesznek, mások csak nevetnek, vagy egyszerűen már kinyugban sírnak rajta, de egy biztos, hogy egy dolgot nem tudunk vele csinálni, méghozzá komolyan venni. És ez az adat, ez a téma, ez pedig nem más, mint a KSH által rendszeresen publikált magyar átlagkereseti adatok, amik hát tudjuk, hogy köszönő viszonyban sem biztos, hogy vannak a valódi számokkal, de hogy vajon mik is a valós átlagkereseti számok, és hogy mennyire torz a KSH-nak a számítása, azt nézzük meg most! Na de honnan is kezdjük? Induljunk a végéről, és nézzük meg, hogy mik voltak a legutolsó 2020 első negyedévében publikált átlagkereseti adatok. Ha ránézzünk a táblázatra, akkor már is láthatjuk, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmény nélküli nettó átlagkeresete az idei első negyedévben 255.506 forint volt. Hát... most ha tényleg valamit reagálnom kéne erre az összegre, nem tudom, hogy először a sírás vagy először a nevetés fogna el, de az biztos, hogy komolyan venni sajnos nem tudom. Na de miért is fals ez a szám? Először is, ha ránézünk magára a módszertanra, ami alapján a statisztikai hivatal számítja az átlagkereseteket, akkor már találunk hibákat. Ugye láthatjuk, hogy az adatok vonatkozási köre a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények teljes körűen, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős non-profit szervezetek. Továbbá azt is láthatjuk, hogy az átlagkereset, az alapállomány csoportonkénti keresett tömeg és az ahhoz tartozó átlagos állományi létszám hányadosa, azonban a gyors tájékoztatóban közölt adatok havi kumulált időszakok esetén is a teljes munkaidőben alkalmazásban állókra vonatkozik. Ergo nem szerepelnek benne a nem 40 órában foglalkoztatottak. Nem szerepelnek benne az 5 főnél kisebb vállalkozásban foglalkoztatottak. És harmadrészt nem szerepelnek benne az egyéni vállalkozók, akiknek bár tudom, hogy nem igazán fizetésük van, szóval az átlag bér az ő számukban, az ő esetükben egy kicsit komplikáltabb és nehezebben értelmezhető dolog, de azért nagyjából 550.000 emberről van szó, és még ha leveszem azt, hogy némelyiküknek ugye van mellette alkalmazotti jövedelme, azért akkor is egy jelentős bértömeg és egy jelentős emberállomány hiányzik a számításból. És akkor a tisztán társas vállalkozásban tulajdonosokat már meg sem jegyzem. És hát ugye ebből adódóan egy hatalmas torzítás van ebben a számítási módszerben, mert ha bár tudjuk, hogy Magyarországon olyan nem létezik, hogy valaki nem ugyanannyit kap készhez, mint amennyire be van jelentve, és ne adj Isten, mondjuk nem is 8 órára van bejelentve, vagy csak minibárbérre, vagy hát egyéb természetesen nem előfordulható dolgok, de vegyük hipotetikusan, hogy ilyen létezik. Azt cseszne be! Ergo innentől kezdve nem vesszük számításba azokat, akik csak 2, 4 vagy 6 órára vannak bejelentve. Nem vesszük számításba azokat, akik nincsenek bejelentve, nem vesszük számításba a katás egyéni vállalkozókat, és hát ugye a csak minimál bérre bejelentetteknek is van egy torzító hatása. Ugye akik az első három kategóriába esnek, ők ugye egyáltalán nem vesznek részt a számításban, de ezért nem tudom egyébként a KSH-t hibáztatni, mert egyszerűen ez ellen a tény ellen, hogy nem annyi órába és nem akkora bérre vagyunk bejelentve, mint amit valósan készhez kapunk, ezzel ők egyszerűen nem tudnak mit csinálni. Ezzel a dologgal nekik együtt kell élni, és így kell elvégezni a számításokat. Másrészt viszont van egy olyan dolog, ami ellen tudnak tenni, ez pedig magának a számításnak a módszertana, ugyanis tételezzük fel azt a dolgot, hogy az átlag keresetek kiszámítására nem inkább az átlag számítás, mint matematikai módszer a legmegfelelőbb metódus. De mire gondolok? Nézzünk egy példát. Van egy adott közösségünk, mondjuk egy adott munkahelyünk, ahol 10 bejelentett alkalmazotti jövedelemmel számolunk, és jelen esetben vegyük azt, hogy mindannyian 40 órára vannak bejelentve, ergo részét képzik a hivatalos KSH-s mérési módszernek. A 10 főből az első 9 emberünk, ő 150.000 forint nettót visz haza minden hónapban, a 10. személy, aki mondjuk legyen a góré, legyen a főnök, ő pedig havi nettó 1 millió forintot tehet zsebre. Ezek alapján a 10 ember átlagos nettó bére 235.000 forint, és hát ugye gyorsan látjuk, hogy 9 ember átlag alatt keres, és mindössze egy személy van, aki ebből a közösségből átlag feletti jövedelemmel rendelkezik. Kíváncsi vagyok, hogy ez a 9 fő, aki 150-et visz haza, ők vajon mennyire értenek ezzel az átlag jövedelemmel egyet. Na de nézzük egy ennél kacifántosabb példát, ugyanúgy 10 főt veszünk, amiből 2-en 150.000-et, 1 ember 200-at, 4 ember 300.000-et, 2 ember 600.000-et, 1 pedig másfél milliót vihet haza a hónap végén.
Ezekben az adatokból gyorsan kiszámolható, hogy az átlag az 440 ezer forint, azonban ha megnézzük, a 10 főből még mindig 7-en keresnek átlag alatt. De vajon mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy ezt a viszonylagosan nagy torzító hatást eredményező 1,5 millió forintos jövedelmet kiveszem a kalapból, így a maradék 9 aranyra már egyből ez a 440 ezer forint 322 ezer 222-re csökken le, így azonban megfordult a dolog, és a 9 aranyomból már 7-en keresnek átlag alatt. De most egyszer mit csináljak, hogyha ez sehogy nem jó? Szilvás buktát, mert azt szeretem. Na és pont ez a baj ezzel a mostani átlagszámítós módszerrel, hogy mind a két végletnek van nagyon-nagyon nagy torzító hatása, ugyanis az aljáról rengeteg olyan picike, mint egy részmunkaidős foglalkoztatásban foglalkoztatott, vagy minimálbéres, vagy ugye be nem jelentett ember hiányzik, akinek ugye egyrészt van egy torzító hatása, másrészt pedig a felső 10% olyan nagy mértékű jövedelemmel rendelkezik, és olyan béreket vihet haza, ami pedig abszolút egy bárhogy számolnánk az átlagot, attól iszonyatosan elütő lenne, így mind felfelé, mind lefelé iszonyatos torzítások vannak ebben a dologban. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Policy Agendának a tavaly januári felmérésében kimutatták, hogyha még azt is belevesszük, hogy egy-egy ember több foglalkoztatásban is áll, tehát van mondjuk 8 órása is, meg 4 órása is, akkor is a legfelső tizede a társadalomnak, tehát a legfelső decilise a alkalmazotti jövedelmet hazacipelők közül nagyjából akkora bértömeggel rendelkezik, mint az alsó 50% együtt. De hát, hogyha azt látjuk, hogy ilyen mértékű torzítások, módosítások vannak, és ezáltal ilyen fals képet kapunk, akkor hogyan lehetne ezt mégis egy kicsit pontosabban megbecsülni? És itt azért mondok pontosabban, mert ugye teljesen pontos adatokat soha nem fogunk tudni. Úgy, hogyha bár ez lehet furcsán hangzik, de az átlag jövedelem kiszámítására és az átlagosságra van az átlag számításnál egy sokkal-sokkal korrektebb mérőszám, ez pedig a medián számítás. A medián megmutatja azt, hogy ha az adott jövedelmeket egy növekvő számtani sorozatra helyezem rá, akkor mi a teljesen középső érték, aminél mind lentebb, mind pedig fentebb, ugyanannyi darab számú keresetet találunk. Hogy ezt a medián számítást alkalmazzuk az előző két esetben, akkor már is láthatjuk, hogy a 235 ezerhez és a 440-hez képest jóval-jóval alacsonyabb medián bér találunk. Ez a számítási módszer ugye azért fejezi ki valamivel jobban a tényleges középértéket, mert valamennyire tudja úgymond kompenzálni vagy leszűrni a kiugróan magas és a kiugróan alacsony kereseteknek a torzító hatásait. Ami viszont jó hír, hogy 2016 óta mediánbéres adatok nem állnak rendelkezésünkre, ugyanis előtte ezeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat gyűjtötte össze és adta tovább a KSH-nak, azonban amióta ők ilyet nem gyűjtenek, azóta egyszer ilyen adatunk nincsen. Viszont ami jó hír, hogy a portfólió végzett idén márciusban egy számítást, egy hipotetikus számítást, hogy kb. Hol tarthatnak most ezek a mediánbérek, és arra jutottak, hogy a bruttó mediánbér az valahol 308 és 320 ezer forint között mozoghat, ezáltal ennek a nettója pedig valahol 204 és 213 ezer forint között lehet. Ez véleményem szerint valahol kicsit közelebb áll a valós számokhoz, de ugye mint azt beszéltük is, hogy igazán pontos eredményekre soha nem fogunk jutni, de hogyha ezt a portfóliós, illetve a Qubitnek volt még egy tök jó számítása, egy tök jó publikációja, hogyha az ezekben található adatokat összevettem ugye a publikált KSH-s átlagkereseti adatokkal, akkor azt láthatjuk, hogy az elmúlt 10 évben kb. Mindenhol ilyen 40-50 ezer forinttal volt kisebb a mediánbér az átlagnál, és úgy gondolom, hogy ez tényleg valamennyivel jobban kifejezheti a csúnya magyar valóságot. És hát akkor ugye arról még nem is beszéltünk, hogy mi lenne, hogyha azokat a csoportokat is belevennénk a pakliba, akikről az elején beszéltünk, például a 2, 4 és 6 órában foglalkoztatottakat. Ha ezt megtennénk, akkor szinte biztos, hogy jóval 200 ezer forint alá kúszna még ez a mediánbér is. Én ezekkel a gondotokkal készültem nektek mára, remélem, hogy tudtam egy-két hasznos információt mondani, hogyha ezt ti is így gondoljátok, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok be a kis csengőt, hogy ne maradjatok le a következő tartalmakról, és kövessetek más platformokon is. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és további szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!